Požehnané nedeľné popoludne vám prajem. Áldott vasárnap délután kívánok. Som veľmi rád, že tu môžem opäť byť v našom strede. Nagyon örülök, hogy újra itt lehetek a közösségben. A rád by som sa podelil aj s Božím slovom, aj s tým, čo prežívam. És nagyon szívesen megosztom veletek az Úr igéjét is, és azt is, amit megélek. A verím, že tú podstatu, čo mi Božie, kde sa mi otvorilo to Božie slovo, že to môžem posunúť ďalej a že to poslúži mnohým. És hiszem, hogy az Úr igéjét, amit hoztam nektek, azt továbbadhatom, és az nektek is szolgálni fog. Do toho Božieho slova by som vás rád uviedol takými svedectvami, ktoré som zažil. Az Úr igéjébe szívesen vezetnélek be benneteket bizonságokkal, amiket én megéltem. Určite ani toto kázanie nie je o mne, je to o Pánu Ježišovi. Ez a szolgálat, ez az ige hirdetése rólam fog szólni, hanem az Úr Jézusról. Ale takýmto spôsobom ma on uvádza do pravdy a takto to chcem aj ja ďalej odovzdať. Ilyen módon vezet be az igazságba, és ezt szeretném átadni nektek is. Nedávno som išiel s jednou pacientkou, babičkou na rentgen v práci. A munkám folyamán nemrégen egy nénikével mentem röntgen vizsgálatra. Bola to ako nová pacientka. Új páciens volt. A ona mi vraví. És ő mondja nekem. Že vy študujete teológiu? Megkérdezte tőlem, hogy maga teológiát tanul. Ja, že prosím. A že či študujem za farára. És visszakérdezte, hogy tessék? És mondja, hogy papnak készül. A ja, že prečo si to myslíte? Však sme teraz pár minút len spolu. Ešte som nič nepovedal, ani som sa neozval. Prečo si to myslíte? És kérdezem őt, hogy miért gondolja ezt, hisz csak pár perce beszélgetünk, jó formán be sem mutatkoztam, miért gondolja ezt? A ona vraví, no však ste holohlavi. És ő mondja, hogy hát maga kopasz. A že farári sú holohlavi. Hát a lelkészek kopaszok. A že vážne, že som to nevedel. És kérdezem, tényleg? Hogy ezt nem tudtam. Ale nech sa stane podľa vašej viery. És akkor legyen az ön hite szerint. A na základe tohto ennek alapján som sa mohol chytiť príležitosti. És meg tudtam ragadni az alkalmat. A keď som mal nočnú službu. És mivel, hogy éjjeli szolgálatom volt. Tak som nadviazal na toto. És erre rákapcsolódtam. A mohol som ju viesť ku Kristovi. És az Úr Jézushoz vezethettem őt. Ďalej sa stala taká situácia. És aztán történt egy olyan helyzet, olyan eset. Bola jedna veľmi chorá pani na oddelení. Hogy az osztályon volt egy nagyon beteg hölgy. Mala rakovinu plúc, aj vonkajší takýto nádor na plúcach. Tehát tüdőrákja volt, és még külsőleg is volt egy nagy daganata. A bola to veľmi chladná osoba. És nagyon rideg személyiség volt. Veľmi zranená. Nagyon sérülékeny és sérült. A na tom našom oddelení mávame pacientov 3 týždne. Oni sa potom musia meniť. Zo zákona. A mi osztályunkon a törvényből fakadóan a páciensek csak 3 hétig lehetnek nálunk, és tovább kell, hogy menjenek. Hej, to je to oddelenie dlhodobo chorých. Ez a hosszantartó betegek osztálya. A túto pacientku naozaj som tak dostal na srdce, aj som sa tak v duchu za ňu prihováral. És ezt a pácienst, ezt a hölgyet a szívemen hordoztam, és imádságban is könyörögtem érte, hordoztam őt. Ale nevedel som sa dostať k nej, nevedel. Nebola taká príležitosť, že by som mohol jej niečo povedať. És nem adódott olyan alkalom, hogy alkalmas pillanat, hogy hozzá közel kerülhessek. A keď sa už míňali tie dni, že už sa plánoval ten jej odchod, és mikor leteltek a napjai, és terben volt az ő elmenetele, tak naozaj som prežíval aj tak v sebe také, tak ja, že pane, že naozaj tak by som chcel a neviem. Ľudské. Bennem volt egy ilyen vágy, hogy uram, annyira szerettem volna hozzá kerülni, vagy beszélni vele, és nem tudok. A jedného dňa po obede, s egyik délután, mi vraví, že či by som ju mohol zobrať von, že nadýchať sa čerstvého vzduchu. Ez a hölgy megkért engem, hogy ki tudnám-e vinni őt a friss levegőre. A ja už veľmi poznám tieto frázy, že čo to znamená. Nagyon ismerem ezeket a szófordulatokat, hogy mit is jelent ez. A už to išlo vo mne, že jednoducho, že teraz zoberiem ju von a určite si chce zapáliť.
tudtam, hogy most kiviszem őt, és biztos, hogy rá akar gyújtani. Ale tak som si povedal, že dobre, že zoberiem ju a uvidíme, čo bude. És akkor mondtam, hogy jó, rendben van, kiviszem őt, és meglátjuk, hogy mi lesz. Tak som išiel s ňou von, už som videl, ako si dávala tie škatulky, tak si ich schovala nenápadne, aby som to nevidel. Cigaretové. Mentünk ki, és már láttam, hogy ahogy dugdossa a cigarettás dobozt, hogy én azt ne lássam. A ešte si tak hovorím sebe, že no, že však oheň si zabudla, takže má smolu. Még mondom magamban, hogy a tüzet, a tűzforrást elfelejtette, úgyhogy pechje van. Išli sme von. Kimentünk. Prišli sme von a vravím jej, že dobre, že tak tu vás nechám a ja idem naspäť na oddelenie, mám prácu. Kivittem őt, és mondtam neki, hogy jó, én önt most itt hagyom, mennem kell a dolgomra. A ona vraví, že ona nemá oheň. És mondja, hogy neki viszont nincs tüze. No ja si teraz hovorím, že tak toto už je vrchol všetkého. No végem van ez mindennek a teteje. Že jednoducho, že čo mám robiť? És most mit tegyek? Ale tak som jej povedal, že viete čo, že nechám vás tu, za chvíľu prídem. És mondtam neki, hogy itt hagyom önt, és nem sokára visszajövök. A ako som tak išiel, tak naozaj som tak volal na pána, ja že páne, že ako svedčiť tejto osobe? Čo ako jej mám pomôcť, aby ahogy, mohla byť zachránená? És ahogy ott ballaktam, az Úrhoz kiáltottam, hogy hogy segítsek ennek a hölgynek, hogy meg legyen mentve. A vtedy som vnímal, že choď a sprav to, o čo ťa požiadala. És azt mondja az Úr, hogy menj, és tedd meg, amit kér. A ja ju vydávam tebe. És én... Toto som vnímal. És én aztán majd cselekszem is, ott leszek veled. Prišiel som, dal som jej, čo potrebovala. Megjöttem és adtam neki azt, amire szüksége volt. Sadol som si. Leültem mellé. A začali sme sa rozprávať. És beszélgetni kezdtünk. Za 5 minút tak sa otvorila. 5 perc alatt úgy kinyílott. Podosprávala mi o tých jej trápeniach, čo prežíva. Elmesélte az ő szenvedéseit, amiket átél. A čo bolo zaujímavé, dala si minimálne 2 cigarety za sebou. És az, ami érdekes volt, egymás után 2 cigarettát is elszívott. Čas vypršal, išli sme späť na oddelenie. Eltelt az idő, visszamentünk az osztályra. Ja som ešte medzi tým niečo povedal zo svojho života. Közben én is mondtam néhány dolgot az életemből. A keď sme prišli na izbu, tak som mu dal na posteľ. És akkor visszamentünk a szobára, akkor átsegítettem őt az ágyra. A ona si ma zavolala k sebe. És ő magához szólított engem. A vraví mi, že pán ošetrovateľ. És megmondja, ápoló úr. Že tu na našej izbe chýba kríž. Hiányzik a szobánkból a kereszt. Mávame kríže na izbách. Minden szobában van kereszt a falon. A že či by som ho nemohol zohnať. És hogy nem tudnák-e szerezni. A ja, že viete čo, zoženiem ho. És mondja, tudja mit, szerzek egyet. A tu som pochopil, že naozaj toto maličké zrnko, ktoré sa tam udialo, ktoré som mohol z tej milosti Božej zasiať. És itt megértettem, hogy azt a kis magot, amit Isten kegyelméből elvethettem az ő szívébe. Tak už som videl nejaké to znamenie niečoho, že to v nej niečo vyvolalo, keďže mi dala takúto požiadavku. És láttam a jelét annak, hogy valamit kiváltott benne, már hogyha ilyen kívánsága volt velém. Potom neskôr, deň predtým, ako odchádzala. És később, egy nappal azelőtt, hogy elment volna. Tak, naozaj v tej nočnej službe mohol som sa jej venovať. Az éjjeli szolgálatban tudtam felé szolgálni. A mohol som ju viesť ku Kristovi. És az Úr Jézushoz vezethettem őt. A na základe tohto sa mi krásne slovo objavilo v Božom slove. És ennek alapján egy gyönyörű szép ige jelent meg a Bibliából nekem. Môžeme si ho prečítať, je to z prvého listu Korinským. Ez a első korintusi levélben van megírva. 9. kapitola. 9. rész. Tam by som čítal od 19. verša. A 19. verstől olvasnám. To, čo hovorí apoštol Pavol. Pál apoštol mondja. Lebo hoci aj slobodný od všetkých, dal som sa do služby všetkým, aby som čím viacerých získal. Židom som bol Žid, aby som Židov získal, tým, čo sú pod zákonom, ako by som pod zákonom bol, hoci nie som pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom. Tým, čo sú bez zákona, bol som akoby bez zákona,
hoci nie som bez zákona Božieho, keďže som pod zákonom Kristovým, aby som získal tých, čo sú bez zákona. Slabým som bol slabý, aby som slabých získal. Všetkým som bol všetko, aby som aspoň niektorých priviedol ku spaseniu. A to všetko robím pre evanjelium, aby som bol jeho spoluúčastníkom. 1. Korintusi levél, 9. rész, 19. verstől. Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, maga most mégis mindenki szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény uralma alatt levőknek, mint a törvény uralma alatt lévő, pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt lévőket. A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem, pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részes társ legyek abban. A ja keď som sa obrátil čerstvo, mikor frissen megtértem, be voltam, tak jednoducho už som spoznával pána, akkor megismertem az urat, ale jednoducho od tých drog som bol oslobodený, úplne čistý, a drogtól teljesen meg voltam tisztítva, ale fajčenie jednoducho to mi ešte, jednoducho som fajčil, de a dohányzás még ott maradt az életemben. A kamarát, ktorý ma viedol ku Kristovi, és az a barátom, aki az Úr Jézushoz vezetett engem, tak jednoducho on akoby to prehliadal, tie veci. Čo sa týka fajčenia. Számunkért, hogy ami a... Akoby to prehliadal. Jednoducho, že si to nevšímal. Figyelmen kívül hagyta azt, hogy én dohányzom. A počase už mne to začalo vadiť. És egy idő után engem kezdett zavarni. Keď sme išli do spoločenstva a ja mu hovorím, že zastan na benzínke na chvíľku, že potrebujem sa nadýchať čerstvého vzduchu. Mikor társaságban voltunk, akkor én kértem meg, hogy légy szíves, állj meg egy benzinkúton, hogy friss levegőt szívhassak. Á, tak som, keď som dopálil cigaretu. És amikor cigarettához jutottam. Tak mu vravím, ja, že tebe nevadí, že fajčím. Megkérdeztem, hogy téged nem zavar, hogy én dohányzom. A on veľmi jednoducho a prostínko odpovedal. És akkor nagyon egyszerűen mondta. A povedal, že on si nemyslí, že Pán Ježiš by fajčil. És ő nem gondolja, hogy az Úr Jézus dohányzott volna. Fú, a pre mňa to bola revolučná myšlienka. Nekem ez egy forradalmi gondolat volt. A ja naozaj, ja, že teraz ako to je? Zapálil si Pán Ježiš, fajčil, nefajčil. És akkor tényleg, hogy van ez, hogy most az Úr Jézus dohányzott, nem dohányzott, vagy hogy ő dohányozna. Veď niekedy si išiel aj sadnúť za stôl s tými pohanmi a stolníkmi, mýtnikmi a jednoducho sadol si s nečistými ľuďmi za ten stôl. Mert hát ő a bűnösökkel, meg a vámszedőkkel, meg minden tisztátalan emberekkel leült egy asztalhoz enni. Ale prišiel okamih aj v mojom živote. És eljött az én életemben is az a pillanat. Kedy som ešte mame zobral marbolky, lightky, krabičku. Mikor még az anyukámnak elvettem a doboz cigarettáját. A ako som od našich išiel k sebe domov, tak som mal zvyk si zapáliť. És ahogy mentem el a szüleimtől, én a saját lakásomba, akkor rá szoktam gyújtani. A tak som si zapálil. Rágyújtottam. A zrazu taký tichý hlas skrze svedomie. És a lelkiismeretemen keresztül egy csendes hang megszólalt. A ten hlas mi to hovoril. És ez a hang annyit mondott. Že Palo, teraz si hovoril jednej známej o tom, ako som ťa vyslobodil z tých drog a z tých závislostí, ktorých si bol. Palo, éppen most mondtad el egy ismerősödnek, hogy szabadítottalak meg a drogból és a függőségekből. A ja, že naozaj. És tényleg. Potiahol som si poslednú. Megszippantottam egy utolsót. Odhodil som ten csik. Eldobtam a csikket. A od vtedy nič. És azóta semmi. A dostal som tú istú milosť, čo som dostal aj do tých drog, že jednoducho nemal som abstinenčné príznaky. És megkaptam azt a kegyelmet, mint a drog esetében, hogy nem voltak elvonási tüneteim. Čo neznamená, že to bolo ľahké.
ami nem azt jelenti, hogy könnyű lett volna. Alebo dával som si lízatka a tak ďalej. Mert nyalókáztam is hasonló pótcselekvések. Ale jednoducho tie príznaky, že by som niekomu niečo spravil alebo rozbil, jednoducho to nie. De azok a jelek, azok a késztetések, hogy valamit kiműveljek, az nem volt. A presne aj tento prípad, ktorý som hovoril s tou pacientkou, potom mi to až prišlo. És ez az eset azután jutott eszembe, hogy ezzel a pacienssel, ezzel a hölgyel volt az esetem. Že v tomto je to veľmi špecifický prípad, ale jednoducho takto sa k nej dalo priblížiť, ona ma prijala. De ez egy nagyon különleges eset volt, de így lehetett hozzá közeledni, hogy elfogadjon engem. A ďalšie slovo, čo to tak vystihuje, je v Matúšovi v 10. kapitole. És a következő ige a Máté evangélium. 16. verš. 10. részének a 16. versénél kezdődik. A tam pán Ježiš posiela svojich učeníkov do služby. És ott az Úr Jézus szolgálatba küldi az ő tanítványait. A hovorí, hľa, ja vás posielam ako ovce medzi vlkov, tedy buďte opatrní ako hadi a prostí ako holuby. És íme, én elküldelek titeket, mint a juhokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. Pozeral som si podrobnejšie tento preklad aj v iných jazykoch. Aprólékosabban utána néztem ennek a fordításnak más nyelveken is. A to slovo, že rozumný ako hadi. És az, hogy legyetek okosak, mint a kígyók. Je tam, môžete byť opatrní. Lehetek óvatosak. Buďte opatrní, buďte krotkí. Krotkí. Szelídek. Ale je tam aj v angličtine, je, že, a myslím, že aj v maďarčine, majte aj takú lstivosť, buďte lstiví. De angol nyelven megtaláltam, ahogy magyarul is ott van, hogy legyetek ravaszak is, ravaszak. Ale aby sme pochopili, že čo to znamená tá lstivosť v tom, čo nám chce to slovo Božie povedať do tohto prípadu. Hogy megértsük, hogy mit ért Isten a ravasság alatt az igén keresztül. Tak, tu, čo sme si čítali, že aký bol Pavol. Itt, ahogy olvastuk, hogy milyen volt Pál. So všetkým som všetko. Hogy mindeneknek minden vagyok. So zsidom zsid. Zsidóknak zsidó vagyok. S grékom grék. Görögnek görög. A ďalej, keď som si pozeral Božie slovo, tak Pavol, čo rozprával proti obrieske? Čiže, alebo proti Mojžišovmu zákonu? Néztem ahogy tovább, hogy Pál mennyire hogy a Mózes törvényei ellen beszélt. Tak svojho veľmi dobrého spoločníka, Timotea. Egy nagyon hűséges társa, Timóteus. Potreboval vyslať do služby zsidom. Ki kellett, hogy küldje őt a zsidók közé szolgálatba. Keďže jeho otec, alebo matka, jeden z nich bol ako pohán, ako grék. Az egyik felmenője. Otec... Az egyik felmenője pogány, tehát görög volt. Tak, čo robil Pavol? Mit tett Pál? No, dal ho obrezať. Körülmetéltette. No, to je zaujímavé, nie? Érdekes, ugye? Potreboval ho dať do služby, obrezal ho a pritom to správal proti tomu. Elküldte a szolgálatba, körülmetélte, és mégis ez ellen beszélt. Alebo ďalší príklad, keď išiel do Atén, Pavol. Következő példa, amikor Aténba ment Pál apostol. A potreboval nejako nadviazať, aby mohol šíriť, zase povedať evanjelium. El kellett, hogy kötelezze magát, hogy tudja terjeszteni az evangéliumot. Tak začal tam o tej bohyni rozprávať tak, že tí poslucháči počúvajú, že dobre. Elkezdett arról az Istenről, a pogány Istenről beszélni, és a hallgatóknak tetszett, hogy ez jó, amiket mond. Ale tak podal to evanjelium, alebo tú správu. De úgy tálalta fel az evangéliumot, azt a jó hírt. Že jednoducho neurobil ten prešlap, že by sa dostal do nejakého hriechu. Hogy nem lépett bele bűnbe, nem tette meg azt a lépést, hogy ő belesüljedjen abba. Ale jednoducho vedel v každej situácii nejakým spôsobom nadviazať a povedať tú pravdu. Minden helyzetben felül tudott kerekedni, és igazat mondani, megmondani az igazságot. A teda zase je dobré povedať aj o tých hraniciach, že kde sú tie hranice. Most jó beszélni arról, hogy hol vannak ezek a határok.
to, čo vidíme z Božieho slova, kto mal problém s týmito hranicami. Amit az igében látunk, hogy akinek problémája volt ezekkel a határokkal. Tak bol to apoštol Peter. Péter apoštol volt az. Lebo Peter tam v Antiochii, keď bol. Péter mikor Antiochiában járt. Tak jednoducho sedával za stolom s tými pohanskými kresťanmi. Tehát pogány keresztényekkel ült egy asztalhoz. Ale keď už Jakub vyslal tých svojich bratov z toho jeruzalemského spoločenstva tam za nimi. És ahogy Jakab kiküldte őket a jeruzsálemi gyülekezetből utánok, tehát szétküldte őket. Uh-huh. Tak jednoducho tam boli tí Židia, tí praví Židia, ako ktorí uverili. Oni prišli tam. Ott igazi zsidók voltak, akik hitre jutottak. A tam už sa Péter potom stiahol. És akkor Péter ott már azonosulni tudott. Od tých kresťanov, od tých druhých kresťanov. Átült, tehát eltávolodott tőlük. A jednoducho, tu sú tie hranice a tam už to bolo v tom pokrytectve. Itt ezek a határok, és ez már a képmutatás súrolta. Tam už to nevystihuje to, že Žid so Židom. Itt már nem álltam meg, hogy zsidó zsidóval. Lebo jednoducho tam už išla trošku pretvárka. Itt már egy kis képmutatás is színre lépett. A tuto musíme aj my byť veľmi múdri, že ako. És ebben nekünk is nagyon bölcseknek kell lenni, hogy hogy viselkedjünk. Naozaj potrebujeme tú múdrosť Božiu. Szükségünk van Isten bölcsességére ehhez. Mne napríklad sa stalo, raz som robil to moje remeslo, kde robím tie autofólie. Történt egy olyan eset, amikor az autofóliás iparomat űztem. A rozprával som tomu zákazníkovi, bol to mladý chlapec, z toho, z čoho som ja vyšiel. Egy fiatal vevőmnek, egy fiúnak meséltem arról, hogy miből jöttem ki én. A onže super, som bol nadšený tým všetkým. Nagyon super, megörült neki, és fel volt lelkesülve mindettől. A hovorí mi, že však vidíš, aké je teplo, celý sa potíš a tu máš jedno pivečko, daj si a bude sa ti lepšie robiť. És akkor így mondja, hogy hű, de milyen meleg van, igyál velem egy sört, jobban fog menni a munka. A ja, že ani za svet. És azt mondta, hogy a világért se. Lebo potom, kde je hodnota toho, čo rozprávam, keď na druhej strane si s ním vypijem, dám si. Hogy hol van az értéke annak, amit én elmeséltem neki, elmondtam neki, és akkor ő vele meg sörözni kezdek. Jednoducho, tá váha tej pravdy by som v momente anuloval, váhu tej pravdy. Tehát annak az igazságnak a súlyát teljesen kinulláztam volna. A to, čo nás vyslobodzuje, je to, že zvestujeme tú pravdu. És az, ami felszabadít bennünket, az, hogy az igazságot hirdetjük. Lebo nemyslím si, že to je správne. Mert nem gondolnám, hogy az helyes lenne. Keď si ja, aby som niekomu vedel povedať evanjelium. Hogyha valakinek elmondom az evangéliumot, tak idem s ním, bemutassam. Tak idem s ním do krčmy, alebo idem s ním, zapálim si a vieš čo, však sme na jednej úrovni. Žid so Židom, Grek s Grekom. Pohan s pohanom. Bemutatom az evangéliumot, és elmegyünk együtt kocsmába inni, vagy cigarettázni, hogy a zsidó zsidóvá vált, és a pogány pogányjá, hogy így jól mutatnám be a jó hírt. Nie, abszolútne sa s tým nestotožňujem. Abszolút ezzel nem tudok azonosulni. Takisto aj Pán Ježiš, keď išiel si sadnúť s tými mýtnikmi, colníkmi. Akkor is, mikor az Úr Jézus leült egy asztalhoz a vámszedőkkel. Tak som presvedčený, on si tú svetosť, tú čistotu zachoval. Meg vagyok győződve róla, hogy az ő szentségét és tisztaságát megőrizte. A keď si toto človek zachová, tak jednoducho to je ten magnet, to je to, čo má pritiahnuť toho druhého. És ha ezt a szentséget, ezt a tisztaságot megőrizzük, akkor tudom, hogy ez az a mágnes, ez az, ami odavonza az embereket az evangéliumhoz és ehhez a bizonsághoz. Takže ja keď som čítal toto slovo, že Pavol tu stále hovorí, že ako by som. Mikor mondja itt az ige, hogy Pál mondja, hogy az lennék, mintha az lennék. Tak ja, že to je veľký klamár. Že ez nagy hazudozó. Lebo však, ako by som, a toto čo je za službu, ako by som. Miféle szolgálat, ez hogy működik ez? Ale to je to, že aby sme my našli ten spoločný bod, aj s kým sa rozprávame. De ez azt jelenti, hogy mikor megtaláljuk azt a közös pontot a beszélgetésben. Tak jednoducho, z toho vyťažiť to maximum. Abból kihozni a maximumot.
Ja to vidím tam v práci, čo sa stretávam denne s novými ľuďmi. Látom ezt a munkámban, hogy naponta új emberekkel találkozom. A jednoducho to ma privádza k tomu, és ez engem ahhoz vezet, že v tomto je skryté to veľké tajomstvo. Hogy ebben el van rejtve egy nagy titok, egy nagy... Prispôsobiť sa tomu človeku, ako rozpráva, odhadnúť to. Alkalmazkodni ahhoz az emberhez, ahogy ő beszél hozzám. Nájsť ten spoločný záchytný bod. Megragadni azt a közös pontot. A na základe toho potom môžeme zvestovať to slovo. És ennek alapján mi már tudjuk hirdetni az igét. Keď slúžim v tých nočných službách, mikor éjjeli szolgálatban szolgálok, dolgozom, tak trošku mi tá toaleta, alebo tie veci, čo musíme spraviť, trvajú trošku dlhšie. Ezek a higiéniai dolgok tovább tartanak olyankor a betegekkel. A poviem vám tak na pozbudenie, ako sa unášala nedávno jedna nočná služba. És biztatásképpen elmondom nektek, hogy zajlott le egy éjszakai szolgálat. Išiel som meniť teplienky. Mentem pelenkát cserélni. A na prvej izbe bola jedna pani pri okne, jedna pri dverách. Az első szobában egy hölgy feküdt az ablaknál, és egy másik az ajtóhoz közelebb. A jedna nová v strede. És egy új paciens középen, a középső ágyon. A tej, ktorá bola pri okne a pri dverách, tak s nimi som sa už tak zdieľal, oni už boli také otvorenejšie. A régebbi paciensekkel már úgy beszélgettem, és ők már nyitottabbak voltak felém. Ale keď som videl, v akom stave je tá stredná babička, de hogy láttam, hogy milyen állapotban van ez a középső ágyon fekvő néni, tak som prišiel za ňou. Oda mentem hozzá. A ja, že viete čo, že mohol by som sa za vás pomodliť. Imádkozhatnék önért. A ona také oči na mňa, že tak pokývala. Rám meresztette szemét, és csak bólogatni tudott hirtelen. A pýta sa ma, že akej ste viery? És megkérdezte, hogy milyen vallás, vagy milyen hitben jár. A ja hovorím, že presne také, ako vy. Pontosan ugyanolyanban, amiben ön. A že vy ste evangélik? És meg evangélikus? A že áno. Igen. Sláva Bohu, že mi Boh poslal dicsőség vás. Dicsőség Istennek, úplne hogy vážne. Isten ide küldte önt hozzám. Ona v momente sa začala radovať. És abban a pillanatban örvendezni kezdett. Že ona si všimla, že som iný. És azt vette észre, hogy én más vagyok. Ja, že dobre, ja, že tak sa budeme modliť. Jó, tak akkor fogunk imádkozni. A viedol som ju k pánovi Ježišovi. És az Úr Jézushoz vezettem őt. Čo bolo zaujímavé, ja som sa potom dozvedel. Később, mint megtudtam, nagyon érdekes volt ez. Že táto osoba mala jedného veľkého Alzheimera. Ennek a hölgynek nagyon súlyos Alzheimer kórja volt. A keď som sa už domodlil, tak už som bol niekto iný. Už jednoducho, už som bol nejaký Tomáško, XY človek. És mire az imádság végére értünk, én most már teljesen másik személyiség voltam a személyben, valami Tamás, vagy valaki más. Pán Boh dal milosť na tú situáciu v ten čas. Az Úr Jézus, az Úr adott kegyelmet arra a helyzetre, abba az időbe. Odchádzal som a tá pani, ktorá bola pri tých dverách, ahogy elmentem, és az a hölgy, aki az ajtónál feküdt, tak ona mi vraví, že či sa tu dá vyspovedať. És ő mondja nekem, hogy hát ezt hogy lehetne gyónni. Ja, že tak chodí sem farád, ale akurát sa teda zmenili, čiže je tu taká diera v legislatíve. Jár ide lelkész, de most itt ilyen lyuk van a szervezésben, most cserélkeznek, úgyhogy most nincs. A ona, že či by sa mohla aj mne tak niečo zdôveriť, lebo už sme sa viacejkrát rozprávali. És kérdezte, hogy hát akkor én nekem nem gyónhatne, vagy kihozni bizonyos dolgokat, mert már többször beszélgettünk. Že aký je môj názor na tú danú vec? Hogy mi a véleményem egy bizonyos dologról? Joj, krásne sa to tam ukázalo, alebo tá debata bola naozaj krásna. Ako sa to ukázalo, to, čo prežívala? Az a pillanat nagyon szépen megmutatkozott, hogy ő mit él meg.
A bol tam jedno neodpustenie, ktoré 30 rokov si držala v sebe. És volt ott egy meg nem bocsátás, amit 30 évet hordozott magában. A tak som ju viedol, ja, že pozrite sa, je napísané v 1. Jánovej, ak vyznávate, úprimne to myslíte, vyznávate tie veci, tak jednoducho Pán Boh je spravodlivý, on vám to odpustí. És mondtam neki, hogy az igében meg van írva, hogyha megvalljuk a mi bűneinket, akkor azt az Úr megbocsátja, el lesz engedve. A ja budem tým svedkom, ak chcete. És én leszek az a tanú, ha elfogad engem. Ak to vyznáte, tak naozaj Pán Boh vám odpustí. Hogyha ezt megvallja, akkor tényleg az Úr meg fogja bocsátani ezt a bűnt. No, tu nastala situácia, s ktorou som sa nikdy nestretol. Na, aztán egy olyan helyzet adódott, amivel még soha nem találkoztam. Viedol som ju modlitbe. Vezettem őt imádságban. A dal som ten čas, že môže to vyznať. És adtam neki időt, hogy ő ezt megvalhassa. A ona bola ticho. És ő csendben volt. A ja som si už tak aj otvoril oči, ja, že čo sa deje. És akkor kinyitottam a szemem, hogy mi történik. A ja, že tak môžete to dať, môžete to povedať. Mondom neki, hogy hát lehet megvallani, lehet mondani azt. A že ona už povedala. Hogy ő már azt megmondta. Aha, tak dobre som si povedal, že okej, okay, naozaj, nie som až, jednoducho som nový človek. Jo, mondtam neki, hogy ale, jó, rendben van, hogy én új. Ale naozaj, mal som v tom pokoj. Bojkességem volt ebben a helyzetben. A jednoducho postoj srdca. Je to o tom. És itt a szív hozzáállása, ami számít. Ďalej som ju zase viedol k Pánovi, aj zástupne som ju viedol. És fokozatosan vezettem őt az Úrhoz. Potešila sa. Meg örvendezni kezdett. Ešte sme sa dohodli, že pozajtra, keď budem slúžiť, tak jej pobalím veci, lebo už bola na odchode. És még megígértem neki, hogy holnap után, mikor fogok szolgálni, akkor összecsomagolom a holmiát, mert ő már készülőben volt, hogy elmegy. Tak som išiel do ďalšej izby. Mentem egy következő szobába. Tam zase ďalšia pripravená tetuška. Egy további elkészített nénike várt rá. Všimol som si, že tam má rúženec. Észrevettem, hogy rózsafűzér van mellette. Ó, tak jej hovorím ja, že vy ste veľká bojovníčka. Mondom neki, hogy na, egy nagy harcossal állok szemben. Ó, také oči, že kde ja bojujem. És nézd, hogy én harcolok. Ja, že však vidím, že zápasíte na modlitbách. Hogy harcol imádságokban. Až, no, hej. Ahogy, igen, így. Ó, ja, že viete čo, poďme sa spolu modliť k Pánu Ježišovi. Mondtam neki, tudja mit, menjünk együtt az Úr Jézushoz imádkozni. A ešte som mal čas zase niečo aj z Božieho slova, zo života povedať. Volt még időm az igéből is, az életemből is mondani pár szót. Urobil som toaletu, išlo sa ďalej. Rendbe tettem őt és mentem tovább. Prišiel som do ďalšej izby, kde boli páni, ale boli ako celkom spôsobili, čiže úplne v pohode, v poriadku, viac menej. A következő szobában urak feküdtek, férfiak, akik egész jó állapotban voltak, tehát mozgékonyak voltak. A jeden hovorí, že viete, tí politici. Mondja az egyik, tudja, ezek a politikusok. A tie hrable, ako hrabú stále k sebe. Hogy állandóan, mint a gerebje, hogy mindig maguk felé kaparnak. A tak som si ho vypočul. És ezt meghallgattam. A ja, že viete čo? Mondom, tudja mit? Že teraz študujem viacej náboženstiev. Most tanulmányozok több vallást. A objavil som jedno. És egy dolgot felfedeztem. Kde je také učenie. Ahol van egy tanítás. Že je presný opak tých hrabli. Hogy az a gerebje teljesen máshogy működik. A oni, že čo to je, že sú také hrable, ktoré hrabú, že od seba. És vannak olyan gerebjék, amik magunktól elfelé gerevéznek. A ja, že áno, sú. Vannak. Prečítajte si Božie slovo. Olvas el az Isten igéjét. Pán Ježiš priniesol to revolučné učenie. Az Úr Jézus egy forradalmi tanítást hozott. Jednoducho hovorí, že myslíte na druhých viac ako na seba. Azt mondja, hogy gondoljatok a másokra gondoljatok. Többet törődjetek a másikkal, mint saját magatokkal. Miluj blížneho svojho ako seba samého. Szeresd a te fele barátodat, mint saját magadat. Keď ti niekto povie pod so mnou jednu mílu, tak ty pôjdeš s ním dve míle. Ha azt mondja valaki, hogy gyere velem el egy mérföldre, akkor menjen vele kettőre. A oni že, to sú myšlienky. Most mondja, hogy hú, ezek gondolatok, ezek jó gondolatok. A ja, že pane, ďakujem, ide sa do ďalšej izby. Köszönöm, uram, megyek egy következő szobába. Tak, tam zase sa niekto vyskytol. És megint csak kitűnt valami a másik szobában. A ako som tak išiel, jednu izbu som prešiel. És ahogy mentem, egy szobát kihagytam. Lebo v tej izbe bola taká blízka rodina primára.
Mert ugyanis a főorvos közeli hozzátartozója. A oni boli viac menej samostatni. És ők helye közel igazából önállóak voltak. A čo bolo zaujímavé? És az, ami érdekes volt. Tak pár dní dozadu. Egy néhány nappal visszamenőleg. Si ma lekárka, ktorá mala tú primárovú izbu na starosti. Tehát annak a szobának a kezelő orvosa, egy orvosnő. Si ma zavolala. Magához hívatott engem. A vraví mi. És mondja nekem. Že Pali, v tej izbe, tam tá pani, čo tam je, tak ona umiera. Pali, az a hölgy, aki abban a szobában fekszik, ő meghal. Haldoklik. Je to otázka času? Időkérdése. Už ste sa s ňou rozprávala? Beszéltél már vele? Ja som ešte nechápal, že nie, že jednoducho je to taká chladnejšia osoba, taká odmeraná, ťažko. Mondtam, hogy nem, ő egy olyan hűvös személyiség, olyan mértéktartó, tehát távolságtartó, hogy vele nehéz lenne. Tak ja vám dávam povolenie, rozprávate jej o Bohu, hocikoľko. Ja akkor én engedélyt adok rá, beszéljen róla Istennek, amennyit akar, vagy amennyit tud. Ona je tiež veriaca. Ő is hívő asszony. A bojí sa smrti. És fél a haláltól. Na toto som si spomenul, keď som už skončil túto aletu, čo už bolo veľa hodín. Mikor már végeztem a higiéniával, mindenkit rendbe tettem, sok óra volt, de ez eszembe jutott ez a beszélgetés. A jaže, páne, že ako sa dostať, ako naviazať s ňou kontakt? Uram, hogy tudjak vele kapcsolatba lépni, hogy tudjak közeledni hozzá? O pár sekúnd mi hovorí zdravotná sestra, že Pali, že pozri tam kyslík na tej izbe. Pár pillanat múlva szól a nővér, hogy Pali, nézd meg az oxigént abban a szobában. Dobre, tak som išiel. Jó, mentem. Zase som videl, že má takú druhú večeru, takú neskorú večeru má. És, večerala. Vacsorázott, ilyen kései második vacsorát fogyasztott. Tak sme sa začali rozprávať. És így beszélgetni kezdtünk. Ani za svet som nevedel naviazať na to, čo mi rozprávala. És a nagyvilág, én nem tudtam arra rákapcsolódni, amit ő mondott. Už všetci pacienti spali, už jednoducho celé oddelenie uspaté, a ja tam počúvam. Az egész osztályon minden páciens aludt, én meg csak őt hallgattam. 3/4 hodinu rozprával, ale to je dobré, že sa otvorila. 3/4 órát beszélt, az jó dolog, hogy ő megnyílt előttem. A vtedy mi prišlo jedno svedectvo. És akkor jött egy bizonság elém. A bolo to tvojom manželovi. És az én férjemről volt szó. Hej. Prišlo mi to na srdce. A szívemre helyezte az Úr. A poviem ti, že to, čo sa stalo. És mondom neked azt, ami ott történt. Tak cez toto svedectvo prerazilo do jej srdca. Hogy ezen a bizonságon keresztül be tudtam törni az ő szívébe. Povedal som jej, keď som sa stretol s tvojim nebohým manželom. Elmeséltem neki, hogy tie posledné chvíle, keď som bol s ním. Amikor a te férjeddel utoljára találkoztam. Keď ja som ho chcel pozbudiť, ja som dostal od neho pozbudenie. Én akartam őt buzdítani, de ő buzdított engem. Én kaptam tőle buzdítást. Keď mi povedal o tom horčičnom zrnku. Mikor arról a mustármagról beszélt nekem. Tade dostával na každý deň. Amit minden nap megkapott. Krásne tajomstvo mi odozdal. Nagyon szép titkot nyitott fel előttem. Toto tajomstvo som ďalej odozdal tej osobe. És ezt a titkot továbbadtam ennek a személynek. A vravím je, že som to riskol, že ak chcete, tak sa pomodlím za vás. És hogy megreszkíroztam azt, hogy ha akarja, akkor imádkozom önnel. Ruky som dal na ňu, začala v momente plakať. Rátettem a kezeimet, és abban a pillanatban sírni kezdett. A viedol som ju Pánovi Ježišovi. És az Úr Jézushoz vezettem őt. A nasledujúci deň som akurát išiel s Alexandrom na evangelizáciu. És a következő napon elmentem Sándorral, Sándor testvére evangelizációra. Tam som tiež vydával túto nočnú, že čo sa stalo. Ott is elmondtam ezt az éjszakai szolgálatot, mi történt ott. Na ďalší deň prídem do práce. Következő nap megyek munkába. Pýtam sa, čo je nového? És meg kérdezem, mi újság az osztályon? Tak mi porozprávali. Elmondták. A vtedy mi ešte jedna tá kolegyňa hovorí, že vieš čo, stala sa tu taká nečakaná vec. És még az egyik kolléganőm mondja, tudod, történt egy váratlan eset. Pamätáš si tú pani na tej prvej izbe, ktorá ležala pri dverách?
Emlékszel arra a hölgyre, aki ott az első szobában az ajtónál feküdt? Ja, állom, že pamätám si. Persze, emlékszem rá. Že dostala emboliu a umrela. Emboliát kapott és meghalt. Ja, že prosím. Tessék. Však dneska som ju mal baliť, mala ísť domov. To bola 66-ročná pani. Ma kellene összecsomagolnom a holmiát, 66 éves hölgy, és ma ment volna haza. Még beszéltünk. A ja, že vďaka ti, pane. És mondtam, hála neked, uram. Prišlo to na ňu, chcela to dať zo seba von, chcela sa vyspovedať. És mert megkapta azt a pillanatot, amikor gyónni akart, és ki akarta adni magából azt, ami ott volt. A ja verím, že je zachránená pre Pána Ježiša, pre večný život, to je moja viera. És hiszem, hogy megmenekült az örök életre, kegyelemből. Išiel som ráno za lekárkami, tak som im povedal, oni sú veriace, tie naše lekárky. Mentem az orvosnők után, ők hívők, és mentem mondani nekik. A oni, že Palko, my vás tu potrebujeme, ešte bude takýchto ľudí. Palko, szükségünk van rád, még nagyon sok ember jön ide így, ilyen állapotban. No a neuveríte, čo sa stalo po obede. És nem hiszitek el, mi történt délután. Išiel som na obed. Ebédre mentem. A akorát išiel primár tiež si dať obed. Stál v rade. Ja už som sedel. Én már ültem, és jött a főorvos, és ő beállt a sorba az ebédért. A hovorím si v sebe, že a čo keby si tak primár prisadol ku mne. És mi lenne, hogyha a főorvos ide ülne hozzám? Nie je to zvykom. Nem az ő szokása. A za pár sekúnd zrazu vidím taký bielý plášť vedľa mňa. Pár másodperc múlva látok egy fehér köpenyt magam mellett. A že či si môže prisadnúť. Hogy ide ülhet-e hozzám. A že samozrejme. Természetesen. Už mi aj vyskol v ústach. Má akor kiszáradt a szám. A tak si hovorím v sebe, ja, že asi som to presolil v tej izbe. Viete, čo som tam rozprával toľko evanjelia. Igen, azt hittem, hogy azért szorulok, hogy hát... Som to presolil, no. No, hogy túl meghaladtam, túlléptem egy határt abban a bizonyos szobában. Ale skôr sa pýtala také technické veci z toho môjho remesla. És inkább technikai dolgokat kérdezett az én másik munkámmal kapcsolatban. Potom, že ako sa mi páči na oddelení. És akkor megkérdezte, hogy tetszik az osztályon. No a ako, ja som si spomenul na jednu vec. És akkor említettem neki egy dolgot. Teda sa odohrala rok dozadu. Ami egy évvel azelőtt történt. A tam som ho raz poprosil, že či by nemohli byť Biblie na oddelení, ako v izbách. Akkor egy éve megkértem őt, hogy nem lehetnének-e bibliák a szobában, a szobákban az hey, osztályon. Hey, no a vtedy nejako to neprešlo. És akkor az úgy nem ment át ez a dolog. No a ako sme obedovali. És ahogy ott ebédeltünk. Tak už som videl, že dojedá jedlo. Akkor láttam, hogy már jól lakott. A tak si hovorím, čo môžem stratiť. És akkor mit veszthetek. Pripomeniem mu to. Újra megemlítem neki. Takýto som sa cítil. Ilyen picinek éreztem magam. A ja, že pán primár, že ešte sme nedokončili tú debatu, čo sme nechali otvorenú. Főorvos úr, még egy beszélgetés nem zártunk le, nyitva hagytunk. Ohľade toho Božieho slova. A Bibliával kapcsolatban. A on, že no, že viete, že môžete to dať tam do tej knižnice, čo máme. No, takú spoločnú. Igen, a közös könyvtárban lehet Biblia. A že pán primár, 99% pacientov je imobilných, ležiacich. Főorvos úr, a paciensek 99%-a immobilis, fekszenek. Ja, že viete, čo mám také Biblie s veľkými písmenami? Nekem vannak Bibliák nagy betűkkel. Z biblickej spoločnosti. Biblia társaságtól. A je to ekumenický preklad. És ökumenikus, tehát felekezetközi. Čiže aj keby jedna strana do vás začala útočiť, nebudú. Aj keby druhá strana, je to v poriadku. Tehát, je to preklad pre každého. Ez a fordítás mindenkinek szól. Egyik fél se, egyik felekezet se tudná ebbe belekötni. A on hovorí, že viete čo, bol som teraz na dovolenke. V jednom hoteli. Azt mondja, hogy voltam szabadságon, és egy hotelben szálltam meg. A že keď si otvoril šuflík, zrazu tam bola Biblia. És ahogy kinyitotta a fiókot, Biblia volt benne. Lenže na tom našom oddelení tam je to problém. De a mi osztályunkon ez egy probléma. A ježe, tak bol som ticho potom. Aztán csendben maradtam. Nechal som ho. Hagytam ezt az egészet. A on vraví, že viete čo? És akkor mondja nekem, tudja mit? Keby ste to dal na parapetu?
hogyha az ablakparkányra rakná. Jézus, hát to je vynikajúci nápad. Hát ez egy kiváló ötlet. Ďakujem, pán primár. Köszönöm, főorvos. Toľko mi stačilo. Ennyi elég volt nekem. Halleluja. Halleluja. Úžasná vec. Čodálatos dolog. Takže, tak ako Pavol píše. Úgy, ahogy Pál írja. Všetko robím pre evangélium. Mindent az evangéliumért teszek. Aby som bol jeho spoluúčastníkom. Hogy részese lehessek. Máme byť rozumní. Józanoknak kell lennünk, okosaknak. Hoci aj lstiví, ako hadi. Még ravaszaknak is, mint a kígyók. Ale máme robiť tak. De úgy kell csinálnunk. Aby sa do toho nezamiešal hriech. Hogy abba bűn ne keveredjen. Aby sme vždy zostali čistí ako holubice. Hogy tiszták maradjunk, mint a galambok. Ktoré vždy budú holubicami a nie odlami. Akik mindig galambok lesznek, és nem sas. Hej. Lebo jednoducho naozaj potrebujeme tam mať tú múdrosť, to som chcel povedať. De hát ezzel azt akartam mondani, hogy bölcsességre van ehhez szükségünk. Aj mňa, keď sa kolegyňa spýta, že ty si, aká je tvoja viera? Mikor a kolléganőm is megkérdezi tőlem, hogy milyen a te hited? Jednoducho nepoviem jej, že som katolík alebo evangélik, poviem jej tak, ako som. Nem mondom, hogy katolikus vagy evangélikus. Vediaci Pána Ježiša Krista. Az Úr Jézus Krisztusban hiszek. Ale zase, keď ma Pán dá zase do nejakej situácie. De ha az Úr egy bizonyos másik helyzetbe hoz engem. Jednoducho, tak sa prispôsobujem tomu. Alkalmazkodom hozzá. Aby ten človek mohol byť zachránený a spasený. Hogy az ember meg lehessen mentve és megváltva. Veľký problém, čo sa deje, alebo čo vnímam. Egy nagy problémát látok, hogy ami történik. Je ten, že aj čo sa týka tých sociálnych sietí, čo tam pozerám. Hogy amit a szociális hálókban látok, tak, figyelem. Kresťania tam idú do nejakých skupiniek, tiež kresťanských. Hogy a keresztény csoportokba tömörülnek. A začnú tam dávať tie slova, že jednoducho modlárstvo, a keď si budete uctievať toho Pánu Máriu a tak ďalej, budete sa k nej modliť, idete do zatratenia a takýmto spôsobom, ten spôsob toho. Tehát a komunikációs módszerek zavarnak, tehát hogy mikor mondják, hogy bálványimádás, hogy mikor Máriát tisztelitek, vagy így belemélyednek ezekbe a dolgokba. Ale ťažko ísť zákonom, presadzovať zákon tým ľuďom, ktorí ešte nemajú to poznanie, jednoducho, ktorí nie sú znovu zrodení, ktorí ešte nepoznajú Pána. Nagyon nehéz ezt, mint törvénynek magyarázni, olyan emberek, akik még nincsenek újjászületve. Nem értik, hogy miért beszélünk törvényről, vagy bálványimádásról. Mne keby ten chlapec, ten kamarát, ktorý ma viedol k Pánovi Ježišovi, povie, že vieš čo, Bibliou po hlave, cigarety nie, to je hriech, tak jednoducho tu nestojím ja pred vami. Určite. Nestojím. Ha az a barátom, mikor frissen megtért voltam, ha úgy áll az én dohányzásomhoz, hogy a Bibliát a fejemhez veri, és azt mondja, hogy ez bűn, és ezt így nem lehet, akkor ma nem állok itt előtt. Ja som naozaj čakal na to, že ak ma raz prašti po hlave, končím. Én arra vártam, hogy ha ő egyszer így fejbe vág ezzel az igével, vagy ezzel a törvényeskedés, akkor én bevégzem. Ale sa mu to nepodarilo. És nem sikerült, így nem így lett. A tak chcem aj vás pozbudiť. És ezzel buzdítani akarlak benneteket is. Aby ste boli múdri. Hogy okosak legyetek. Aby ste boli opatrní. Hogy óvatosak legyetek. Ako hadi. Mint a kígyók. A krotky ako holubice. És alázatosak, mint a galambok. Szelídek. Myslíte si, že keď ja tam vidím babičku, ktorá umiera, a ona sa teraz, ja sa s ňou pomodlím a ona sa chce modliť napríklad k Mári. És vegyétek azt, ha úgy képzeljétek, ha én imádkozok egy nénikével, és akkor ő Máriához akar imádkozni. A ja poviem, že toto není biblické moja, toto je úplne mimo, a s týmto sa do neba nedostanete. És ha én őt kiosztom azzal, hogy ez nem igei, nem bibliai, és ezzel aztán be nem jut a mennybe. Ale toto je pravda. De ez az igazság. Tak si myslíte, že sa pohnem sa s ňou? És gondoljátok, hogy én előbbre jutok vele? Ja o tom nie som presvedčený. Nem vagyok róla meggyőződve. Ale poďme sa pozrieť na Božie slovo. De ha nézzük az igét. Ktoré nás uvedie ešte do hĺbšieho tohto poznania.
De mi mélyebben belevezet ebbe az ismeretbe. Je to v starom zákone? Ez az ószövetségben van. Je to v druhej knihe Králov? A Királyok második könyvében. Štvrtá kapitola? Negyedik rész. Od 38. verša. A 38. verstől kezdődve. Elizeus sa vrátil do Gilgálu. V krajine bol hlad. Keď sedeli pred ním prorockí učeníci, rozkázal svojmu sluhovi, postav veľký hrniec a navar prorockým učeníkom jedlo. Jeden vyšiel na pole nazbierať zelinu, našiel polnú popínavú rastlinu a nazbieral z nej divé tekvice za plné šaty. Potom prišiel a pokrajal ich do hrnca na varenie, lebo to nepoznali, a nalieval mužom, aby jedli. Len čo začali jesť, skríkli, smrť je v hrnci, Boží muž, a nemohli jesť. Vtedy rozkázal, doneste múky, vsypal ju do hrnca a povedal, nalievaj ľuďom, nech jedia, a v hrnci už nebolo nič škodlivé. Királyok második könyve, negyedik rész, 38. verstől kezdődően. Amikor Elizeus visszatért Gilgálba, éhínség volt az országban. A proféta tanítványok ott ültek előtte, ő pedig így szólt a szolgájához. Tedd föl a nagy fazekat, és főz valami főzeléket a proféta tanítványoknak. Egyikük kiment a mezőre, hogy valamilyen zöldségfélét szedjen. Talált is a mezőn egy indás növényt, és teleszette a ruháját vattökkel. Hazaérve belevagdalta a fazékba főzeléknek, mert nem tudták, hogy mi az. Azután kimerítették a férfiaknak, hogy egyenek, de amikor enni kezdtek a főzelékből, így kiáltottak föl. Halál van a fazékban, Isten embere, és nem tudták megenni. Akkor ő ezt mondta, hozzatok lisztet. Beledobta azt a fazékba, és így szólt, meríts ki a népnek, hadd egyenek. Akkor már nem volt semmi rossz a fazékban. Tuto Elizeus. Itt Elizeus proféta. Povedal tým svojim učeníkom, aby priniesli nejaké tie veci na varenie do toho hrnca. A tanítványainak mondta, hogy hozzanak valamit megfőzni valót a fazékba. A oni išli zberať. De ők elmentek kiszedni valamit. Boli tam tie divé tekvice. Volt ott vattök. Nejaká zelenina. Valamilyen zöldség. A toto je presne ten obraz, s ktorým sa ja stretávam, keď slúžim tým ľuďom. És ez pontosan az a kép, amikor ami ezzel a képpel találkozom, mikor szolgálok az embereknek. Jednoducho, mňa to neodradí to, čo ona má za zvyk, čo je jej zvykom. Engem az nem riaszt el, ami az ő megszokott szokása. Ja viem, že to nie je úplne najsprávnejšie. Tudom, hogy nem a legfogyaszthatóbb dolog. Ale jednoducho, ja jej podávam ten pokrm. De én kiszedem azt az ételt. Ktorý uzdraví všetku tú zeleninu, zelinu, alebo tú zelinu. Hozzáadom azt, hogy ami meggyógyítja ezt a zöldséget. A to je to, že to je tá múka, to je to, že sa to, aj keď sa to celé zamieša. És ez az a liszt, ami az egészbe, ha belekeveredik. Ale tamto gro je to, že ju vedem k Pánu Ježišovi. De ez a főcél és a koronája ennek az, hogy elvezetem őt az Úr Jézushoz. Vedem ju k odpusteniu hriechov, tých ľudí vedem. Megbocsátáshoz, a bűnök elengedéséhez vezetem őt. A dávam im tú nádej, ktorá je napísaná v rímskym. És azt a reményt adom nekik, ami a római levélben van megírva. Že všetci tí, ktorí vzývajú meno Pánovo, budú zachránení. Hogy mindaz, mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik meg őt. Je to pravda? Ez igaz? To je Božie slovo. Ez igaz. Mňa to nepustí ďalej. Ez Istennek igéje, ettől tovább nincs ez. Mnoho ľudí... je plných týchto nezdravých vecí. Nagyon sok ember tele van ezekkel az egészségtelen dolgokkal. A ja som takisto, keď som sa obrátil, či som bol čerstvo obrátený. És én szintén, amikor frissen megtértem, be voltam. Tak som sa dostal do takého
ultracharizmatickejšieho spoločenstva. Egy ultrakarizmatikus közösségbe jutottam. A ja som sa, ja že wow, ja že to je úžasné, tie stavy, my sme tam padali na zem. Igen, hogy ez egy csodálatos, wow, micsoda állapotok ezek, hogy földre potyogtunk. A keď boli večerné chvály, tak ja som bol prvý tam medzi všetkými. És akkor az esti dicsőítések voltak, akkor az első sorban álltam. A tak keď už to prichádzalo, és amikor már jött közeledett, tak som dal hore ruky, feltartottam a kezeimet, a ruky mi takto meraveli, úgy bemerevettek a kezeim. A ja som začal, možno ako psík, nejaké také zvuky vydávať, ale pre mňa to bolo požehnané. És kezdtem, mint a kutya, olyan hangokat, ilyen nyűszítést kiadni, de számomra ez így áldott. Som sa cítil v tých chválach, v tom speve svetom. Én ebben a dicsőítésekben ilyen szentséget éreztem. A potom to predáslo už do takých extrémov. De ez ma olyan extrém helyzetekig növekedett. Že keď ma chytil taký smiech, hovorí sa tomu, že to je svetý smiech. Akkor elkapott nevetés, azt mondják, ilyen szent nevetés. Tak jednoducho každý okolo sa smial. Mindenki körülöttem elkezdett nevetni. A keď som ešte kivol aj takto rukou. És amikor még intettem, hogy hadonáztam a kezem. Tak išla z toho nejaká sila a ten druhý to vnímal, išiel dozadu. És ezt a másik észrevette, és akkor ő hátra lépett ettől, hogy hátra. No, a keď sme boli na benzínke s bratmi. És amikor a benzinkúton a testvérekkel átcsorogtunk. Tak nás to tiež chytilo. Ez újra elkapott bennünket. A my sme si mysleli, že wow, aké super, úžasné požehnanie. És akkor csodálkoztunk, hogy wow, micsoda csodálatos áldás ez. Vidíte, koľko uhoriek som si ja nazbieral. Tudjátok, mennyi ilyen uborkát összeszedtem. A nemá to s tým nic spoločného. És semmi köze ennek az egészhez. Ale takisto som miloval Pána Ježiša ako teraz. De ugyanígy vágytam, vagy hívtam az Urat, az Úr Jézus, mint most. Myslíte, že keby vtedy sa mi niečo stalo, havária, niečo, čo by bolo so mnou? És hogyha egy baleset történt volna velem, akkor most mi lett volna velem? Ja som presvedčený, že by som išiel aj tak Pánovi, lebo ho milujem. Meg vagyok győződve, hogy így is az Úrhoz jutottam volna, mert szeretem őt. A v ten čas som ho miloval. Abban az időben is szerettem az Urat. Len sa nalepili na mňa, ja som zbieral tie veci z internetu, ja som zbieral od priateľov a tak ďalej, čo sa dialo, mňa to fascinovalo, ja som to zbieral za plný hrniec. Csak összeszedtem minden rám ragadt a testvérektől, az internetről, vonzott ez a fajta dicsőítés, vagy azt hittem az Úrnak ezzel. Szolgálok igazán. Ale keby vtedy mi niekto povedal, že však ty si úplne mimo. De valaki azt mondta nekem, hogy te teljesen félre siklottál. Tak asi mu poviem, že podľa mňa ty si mimo. Mondtam volna, hogy te vagy tévúton. A tak toto je. És ez így van. A toto je ten obraz, keď tam niekto leží, tam. Ja to prehliadám, tie niektoré veci v jeho živote. És ez az a kép, hogy mikor ott fekszik valaki az ágyon, én meg áttekinthetek egy képet, egy darabot az ő életéből. Ale vsipem do toho hrncatú múku. De abba az edénybe én lisztet szórok. A podávam. És felkínálom neki. A to je ten instantný nápoj, alebo tá instantná polievka. És ez az az instant ital, vagy instant leves. Kde Pán Ježiš je záchranca a spasiteľ. Ahol az Úr Jézus a megváltó, és ki újatad, aki megváltja őt. Nepotrebujem ukazovať na seba. Nem kell magamra mutogatni. Ale ukazujem na neho. De ő rá mutatok. A všetko robím preto. És mindent azért teszek. Aby som bol spoluúčastník na tomto podiele evanjelia. Hogy részese legyek az evangélium megosztásának. Stretol som sa už aj s takým názorom. Találkoztam már olyan véleménnyel is. Niekto videl nejaké mnišky, tak hovorí, tie sú falošné, tie sú tiež úplne niekde, že to je také pokrytecké, čo oni robia. Hogy valaki találkozott apácákkal, és akkor elszörnyed, hogy ez olyan képmutató, olyan hamis valami, amiben ők élnek, és amit ők képviselnek. Víte, čo ja mám tak rád mnížky? Tudjátok, én úgy szeretem az apácákat is. Lebo oni tam chodják nám, na oddelenie. Járnak hozzánk oda az osztályra. A raz som išiel do obchodu cez kostol.
És mentem egyszer az üzletbe a templomon keresztül. Akkor tehát volt tá zostava tých mníšok, ktorí chodia aj tam k nám. És ott voltak azok a zapácák is, akik járnak hozzánk. A bola tam ešte taká jedna staršia. És volt köztük egy idősebb is. A ja, že sestry moje, môžem sa pomodliť? És kérdezem tőlük, testvérnök, imádkozhatok értetek? A oni pozerajú na mňa. És ők rám néznek. A ja, že však sa máme modliť jeden za druhého, tak je napísané. És mondom, hát egymásért kell imádkoznunk, így van megírva. Áno, tak je, tak dajme ruky spolu. A pomodlil som sa, požehnal som ich na celý deň, možno aj na týždeň. És akkor megfogtam a kezüket, imádkoztunk, és megáldottam őket egész napra, talán még egy egész hétre is. Toto je ten postoj, ja si myslím. Ez az a hozzáállás, úgy gondolom. Lebo ak ty hovoríš na niekoho niečo, tak jednoducho ty sám sa nachádzaš v ohrození. Ak ty poukazuješ, že tamten je pokrytec, taký, onaký, jednoducho ty odsudzuješ. Hogyha te másra valakit vagy elítélsz valakit, akkor te magad megbotránkozol, és elítéled azt a másikat. Megszólod őt. Išiel som s jedným veľmi skúseným človekom do služby. Szolgálatban mentem egy nagyon tapasztalt emberrel. A dostali sme sa do nemocnice. És kórházba mentünk. Lebo nás poslali za jednou sestrou, ktorá má veľmi ťažkú chorobu. Egy testvérnő után küldtek bennünket, akinek nagyon súlyos betegsége van. No lenže akurát to bola intenzívka, ako oddelenie intenzívka. Intenzív osztály volt. A boli tam len dve postele. És két ágy volt ott csak. A tam, kde sme my išli, tak akurát tam bola ešte jedna mladá osoba, ktorá tam mala rodinných príslušníkov. És az ágytársa, a szobatársa egy fiatal nő volt, akinek ott voltak a családtagjai is. A tento môj brat povedal aj tým druhým, upovedomil, že nehnevajte sa, že že sa tu chceme pomodliť za našu sestru. És akkor mondja az én testvérem, a szolgáló testvérem azoknak a családoknak, hogy elnézést kérek, de mi szeretnénk imádkozni ezzel a... Oni už je v poriadku, že oni s tým nemajú problém, lebo to sme boli fakt tesne vedľa seba. És akkor mondták, hogy nekik ezzel semmi problémájuk nincs, már csak az is, hogy nagyon szorosan egymás mellett voltunk közel. Tak sme sa pomodlili za túto sestru. Tehát imádkoztunk ezért a testvérnőért. A potom už ako sme odchádzali. És ahogy elmentünk. Tak pozerám, čo robí tento brat. Nézem, hogy mit csinál ez a testvér. A išiel tam vedľa k tej druhej posteli. Átment a másik ágyhoz. A vraví, že môžem sa pomodliť za vašu dceru. És hogy megkérdezte, hogy imádkozhatok az önök lányáért. A oni, že vy ste katolík. Kérdezik, hogy ön katolikus? Že áno. Igen. No dobre, tak sa modlite. Jó, akkor imádkozzon. Pozerám, že čo tento robí. Nézek, hogy mit csinál. Jednoducho pomodlil sa. Imádkozott érte. Čiže je napísané, dajte ruky na chorých, chorých budú uzdravení. Jednoducho naplnil slovo Pánovo. Tehát beteljesedett az Úr igéje, ugye az van megírva, hogy a betegekre tegyétek rá a kezeteket, és imádkozzatok értük. A potom sme vyšli. Kimentünk onnan. A ja sa ho pýtam, ja, že ja, ty si odkedy katolík? Megkérdeztem, hogy te mióta vagy katolikus? A on, že vieš čo, keby sa ma opýtali, či som rímsky katolík, tak poviem, že nie. Tudjátok, ha megkérdezik tőlem, hogy én római katolikus vagyok, mondom, hogy nem. Ale chod na Google, zadaj si, čo znamená presne katolík, a potom sa ma môžeš, ak máš nejaké otázky, ešte niečo spýtať. De menj rá Google-ra, az internetes keresőre, és akkor írd be, hogy mi az, hogy katolikus, olvasd el, aztán utána még, ha lesz kérdésed, akkor megkérdezhetsz, hogy mi az a katolikus. Jó, koľko pravdy tam bol. Jó, mennyi igazság volt ott. Už to len zhrniem. Most már ezt összefoglalom. A ešte mi napadá jedno svedectvo. Még egy bizonyság eszembe jutott. Teraz veľmi čerstve, čo sa mi stalo. Nagyon friss ez, ami történt velem. Vymazal sa mi, pokazil sa mi mobil. Elromlott a mobiltelefonom. Tým pádom telefónny zoznam, všetko. A névlista mindenki törlődött. Jeden brat mi požičal telefón. Egy testvérem kölcsönzött nekem telefont. A vtedy mi došli od troch ľudí tri správy. És akkor három embertől három üzenetet kaptam. Ale ja som nemal telefónny zoznam. De nem volt névlistám. Podľa vás spoznal som, o koho ide?
szerintetek megismertem, hogy kiről van szó. Zhodou okolností spoznal som. Bizonyos körülmények miatt megismertem, tudtam, kikről van szó. Ale stalo sa mi už, keď prichádzajú sviatky? De ez már akkor történt, hogy már... Nie, stalo sa mi, že keď prichádzajú sviatky, keď sa blížia napríklad Vianoce... De megtörtént, hogy mikor... Stáva sa mi? Közelednek, megesik, hogy mikor közelednek az ünnepek. Že niekto mi napíše... Valaki ír nekem. A ja absolútne neviem, kto to je. És fogalmam sincs, ešte mi zapraje aj dobre. Fogalmam sincs, hogy ki volt az, pedig még jót is kíván nekem. Moji milí, toto je o vzťahu. Ez a kapcsolatról szól. Tí traja ľudia, čo mi písali, ja som s nimi v kontakte, máme vzťah. Ez a három ember, akik írtak nekem, mi kapcsolatban vagyunk, jó viszonyunk van. A tak toto je aj s Pánom Ježišom. És így van az Úr Jézussal is. Potrebujeme mať vzťah. Jó viszonynak kell lenni. Nielen mi jeho poznať, aj on musí nás poznať. Nem csak mi ismerjük őt, hanem neki is kell, hogy ismerjen bennünket. Lebo mnoho ľudí bude hovoriť, však ja ho poznám a ja robím také a také veci. Mert sok ember mondja azt, hogy én ismerem őt, és ezt teszek, meg azt csinálok. A on povie, ja vás neznám. És azt mondja az Úr Jézus, hogy én nem ismerlek titeket. A toto veľmi silne teda ku mne prehovára. És ez nagyon erősen szól hozzám. Takisto môžeme zvestovať miliónom ľudí evanjelium. Ugyanígy hirdethetjük emberek millióinak az evangéliumot. A on nem môže povedať, že nás nepozná. És ő mondhatja azt, hogy ő nem ismer minket. Preto potrebujeme mať vzťah. Ezért kapcsolatnak, jó viszonynak kell toto lenni. Toto absolútne nie je o skutkoch. Nem a cselekedetekről van itt szó, végképp nem. Toto je o vzťahu. Ez a kapcsolatról szó. Kde Duch Svetý vlial do nás tú Božú lásku. Amikor az Úr Jézus bevon minket az Isten szeretetével. A tá Božia láska. És az Isten szeretete. Nás vedie k svetosti. Szentséghez vezet. K čistote. Tisztasághoz. A dáva nám nový rozmer. És új távlatokat ad nekünk. To, čo má moc teba spasiť. Az a hatalom, ami rajtad van, hogy ami téged megvált. Je to, čo je napísané v liste korinským, kde je písané o láske. Az a korintusi levélben van megírva a szeretetről. To je to, v čom sa musíme držať. Az, amit be kell tartani. To je to, čo Pán chce, alebo to, čo On robí v nás. Az, amit az Úr művel ki bennünk. Spasenie sa nechlubí, alebo spasenie sa nenadúva. A megváltás az nem... Nem uralkodik. Nem fuvalkodik fel. Spasenie sa nechová neslušne. A megváltás nem cselekszik égtelenül. Nehľadá svoj prospech. Nem keresi a maga hasznát. Nemyslí na zle. Nem gondolja a rosszat. Neraduje sa z neprávosti. Nem örül a hamisokkal, az igazságtalansággal. Ale raduje sa pravde. De az igazságnak örül. Všetko znáša. Mindent elhordoz. Všetko verí. Mindent hisz. Všetkého sa nádeje. Mindenhez mindent remél. A všetko nesie trpezlivo. És minden türelemmel hordoz el. A toto je to, čo máme robiť. És ez az, amit cselekednünk kell. Aby sme mali to spasenie, aby sme mali to Božie kráľovstvo tu, teraz, aby sme v ňom mohli žiť, v ňom rásť. Hogy ez az a megváltás, ez az az Isten királysága, amelynek bennünk élni és növekedni kell. Ale v prvom rade niesť tých druhých ku Kristu. De elsősorban vinni a másikat az Úr Jézushoz. Dať im tú polievku, kde je tá instantná pravda. Azt a levest kell neki adni, amiben beleoldottuk azt az instant igazságot. A tvoja viera je tá, ktorá premohla svet. És az a hit, a te hited az, amelyik meggyőzi a világot. Ja mám tú vieru, že mnoho prípadov tam ešte to dokoná, ešte Duch Svätý v tých ľuďoch. Van hitem arra, hogy nagyon sok esetben még a Szent Szellem bevégzi a dolgokat az emberek szívében. Celé nepochopené je to, hogy nem
Ešte raz. Celé nepochopené. Az, ami nincs megértve, vagy amit nem értek. Je, keď človek. Az, amikor az ember. Robí pre vlastný prospech tieto veci. A saját előmenetelére teszi ezeket a dolgokat saját javára. A nerobí to pre záchranu evanjelia. És nem azért, hogy megőrizze az evangéliumot. Buďte veľmi požehnaní. Legyetek nagyon áldottak. Ďakujem za tento čas. Köszönöm ezt az időt. A verím, že nás to posunie trošku dopredu. És hiszem, hogy ez kicsit előbbre visz bennünket. A že ten odkaz, ktorý mi pán položil na srdce, és ez az üzenet, amit az Úr a szívemre helyezett, že bude pracovať aj vo vašich srdciach. Buďte požehnaní. Hogy a ti szívetekben is dolgozni fog. Legyetek áldottak.